Nem megy az erdélyi csapatoknak a jégkorong liga elődöntőiben. A Brassói korona után a Csíkszeredai Sportklub is mindkét idegenbeli mérkőzését elveszítette a Miskolci DVTK jegesmedvék otthonában. Az első találkozón 6-5-re, a másodikon 4-2-re nyert a magyarországi csapat. A négy győzelemig tartó sorozat két további találkozóját kedden és szerdán játszák a Vákár jégcsarnokban. Időközben a bransói Korona lejátszotta az első hazai mérkőzését is a budapesti maccal, és egy hármas vereséget szenvedett. Így ma este feltétlenül győznie kell, ha folytatni szeretné. A hatodik helyen végzett a Szócsiban rendezett ifjúsági párbajtör Európa-bajnokság csapatversenyében a román válogatott. A 17 éves Lir Zsuzsával felálló csapata negyeddöntőben döntőben Olaszországgal szemben maradt alul, a Marosvásárhelyi lány korábban az egyéni versenyben a 32. lett. Áprilisban az Olaszországban rendezett világbajnokságon lehetőség lesz a javításra. Kétszeres öröm érte a hétvégén a sepsi szentgyörgyi OSK szurkolóit. Egyrészt a csapatnak sikerült pontot rabolni más másrészt megérkezett a várva várt hír, hogy a csapat végre sepsi rendezheti a hazai pályás mérkőzéseket. Hamarosan a nyári feljutáskor tapasztalt hangulat uralkodhat ismét a Sepsi OSK szurkolóinak körében. Nem volt egyszerű folyamat a követelményeknek megfelelővé varázsolni a Szemeriai negyedben található stadiont, valóta Bediószegi László a csapat tulajdonosa, hiszen egyrészt nem volt tapasztalatuk ebben, másrészt egyes beszállítók is harmad harmadrészt a téli hidegben nem lehetett betonozni. De végre sikerült, és most hatalmas az érdeklődés az első meccs iránt, amelyet itt játszanak. Hétfőn este voluntárs csapatát fogadják. Holnap fogjuk árulni a jegyeket. Szerintem három-négy nap alatt biztos, hogy nem lesz egy 4.800 az a stadion, de azt mondják a törvények, hogy 500% üresnek kell maradjon, tehát 4.500 az jegyet fogunk tudni árulni. Nem tudom, ezt tett, hogy kétszer annyit látná, de szerintem 6.000 -6 ember biztos lenne, ezt garantálom. Az örömöt az is kiteljesítette, hogy Ginga hosszabbításban szerzett egyenlítő góljával az ember hátrányban játszó OSK pontot mentett a Concordia Kiásna otthonában, így továbbra is karnyújtásnyira vannak a megelőzendő ellenfelek a rangsorban. A voluntár ellen természetesen kötelező a győzelem tette hozzá Diószegi László, ha a csapat feljebb akar kerülni, mint a jelenlegi 12. hely, amely pótselejtezőre kötelezni a csapatot a rájátszás befejezése után.